A Karcagi és a Kunszentmártoni Mártoni rendőrkapitányság munkatársai, valamint a megye forgalomellenőrző járőrei összehangolt közúti ellenőrzést végeztek, melynek célja elsősorban a közlekedési balesetek megelőzése és a kiemelt közlekedési szabályszegések visszaszorítása volt. A Kunszentmártoni rendőröket az akció során egy drón is segítette. A 442-es főút baleset veszélyes útszakaszán a szabálytalan irányváltoztatást elkövető szabálysértők, szűrték ki a forgalomból. Az akció időtartalma alatt összesen nyolc jogsértővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, és mellé személyenként 6 darab előéleti pontot. Ezzel párhuzamosan a Karcagi Rendőrkapitányság munkatársai, a Jászlánykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság forgalom ellenőrző alosztály járőreivel megerősítve a négyes számú főút érintett szakaszán a gyorshajtókat ellenőrizték, melynek során 26 sebesség túlépővel szemben intézkedtek. Az összehangolt ellenőrzés abszolút negatív rekordere az a teherautósofőr volt, aki összesen hat jogsértést követett el. Túllépte a megengedett legnagyobb sebességet, nem állt meg a rendőri karjelzésnek. Vezetői engedélyét két évvel ezelőtt bevonták, és más névre kiállított vezetői kártyával végezte a fuvarozó tevékenységét. A sofőrt előállították a karcagi rendőrkapitányságra, ahol közokirat hamisítás büntetének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. Továbbá vele szemben szabálysértési és közigazgatási eljárást indítottak. A tehergépkocsi üzemben tartójával szemben is feljelentést tettek a rendőrök, mivel olyan személynek adta át a jármű vezetését, aki vezető engedéllyel nem rendelkezett. A Jászhagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat. A közlekedők hasonló ellenőrzésekre az elkövetkezendő időszakban is számíthatnak.